ez a plac alkalmas arra, hogy a mai rendezvényünknek mondjuk így a nyitó táncát azt bemutassák Szűcs Erikának a táncosai, akiket szeretettel köszöntünk itt, és a táncnak most itt lesz a helyszíne a jó meleg templomudvaron, iskolaudvaron, aztán majd a továbbiakat a nappal kapcsolatban az árnyasabb meg az ülő helyen a padoknál el fogom mondani. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazád? Itt van a bölcsőn, s itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer sírom, nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is hallom majd szavát. Együtt az van a szív, s benned van a szó, magyarnak lenni, igenis jó, az eget.
Most szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a augusztus 20-ai délutánon a hagyatéka nem tudom hányadik alkalmán. Az augusztus 20-ai délután most már hosszú idő óta egy ilyen közösségi hagyományőrző délutánnal igyekszünk itt helyben megünnepelni, és amikor ennek az egésznek az ötlete megfogalmazódott, akkor az az volt, hogy igyekezzünk egy kicsit megmutatni, megismerni magunknak is azokat az értékeket, melyek körülvesznek minket. Jól lehet, augusztus 20-át általában állami ünnepként szoktuk ünnepelni, és így ismerjük, de mégis azt azért hozzá kell tenni, hogy valahol az állam a kis helyi közösségekből épül fel, többek között a mi településünkből is. És az évek során az derült ki a számomra legalábbis, hogy rengeteg olyan kincsünk van, értékünk van, amit érdemes megismerni, és ha valami kicsit segít ehhez ez az évente visszatérő délután, akkor azt különösképpen is örömmel vesszük. Ebben az évben van egy furcsa, nem furcsa, csak talán az eddigiekhez képest kicsit szokatlan mottója ennek a délutánnak. Ez pedig az, hogy a Magyarországi Református Egyház ebben az esztendőben a lelkipásztori hivatás évét ünnepli, és ezzel kapcsolatban a két alapvető témánk, amikor építettük a napot, az egyik a templomban látható a bejáratnál, a református kegyességnek a tárgyi emlékei. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy túl puritán és nincsenek képek, meg nincs az a házoknál, az otthonoknál meglévő szent hely, mint mondjuk a katolikus családoknál. Ez ma van így, de egyébként nem volt ránk jellemző, hogyha megnézik az énekeskönyveket, a zsoltárokat, a könyvjelzőket, az emléklapokat, akkor valahol a református kegyességben is mindig benne volt annak a megélése, még az otthonokban is, hogy az Isten népéhez tartozunk. És ennek a párja pedig az irodában, a hivatali helyiségben látható, azoknak a lelkészeknek és rajtuk keresztül a gyülekezet évszázadainak állítunk emléket, akik itt szolgáltak Ácson, illetve van egy különös része is ennek, azoknak a lelkészeknek az emlékét próbáltuk felidézni, akik Ácsról származtak. Az elmúlt évszázadokban közel 30 Ácsról származó, Ácsról elinduló református lelkészről tudunk. Közöttük olyan neveket, akiket talán ma már Ácson nem ismer senki, de a tudománytörténet vagy a kultúrtörténet számon tartja őket. A többiek megsértése és háttérbe helyezése nélkül hadd mondjak néhány nevet közülük. Fehér Péter, aki Kecskemét közösségi életének a 19. század derekán az egyik legmeghatározóbb egyénisége, a kecskeméti főiskola tanára, a Kecskemét című lap alapítója, az összes városi egyházi és civil szervezet tiszteletbeli vagy díszelnöke, országos középiskolai választmánynak, országos protestáns egyesületnek választmányi tagja, vagy Budai Pál, akinek a neve és a személye azért érdekes, mert a csokonai évforduló kapcsán azt ugyan tudjuk, hogy Csokonainak a nagyapja itt volt Ácson lelkész, de hogy Csokonai Csurgói tanársága alatt egy Budai Pál nevű ácsi származású lelkészt akartak meghívni a Csurgói gimnáziumba. Ez számomra is újdonság volt. És különösképpen az, ami kiderült róla, hogy a Csurgói gimnázium könyvtára több ezer oldalra terjedő kéziratot őriz tőle, és több tucat térképet ajándékozott a Csurgói gimnáziumnak, és több mint 500 könyvet ajánlott fel a Csurgói gimnázium könyvtárának az alapításához. Ő egy 14 vagy 15 gyermekes ácsi családból származik, a 14 vagy 15, most nem emlékszem pontosan gyermekből, 11 kiskorában, gyermekkorában meghalt, és az életben maradottak közül ketten lettek lelkészek, Budai István és Budai Pál. És sorolhatnánk a neveket, de inkább majd nézzék meg a kiállításban. És amit hozzá álmodtunk, vagy hozzátettünk ehhez, az az iskolában látható, vagy hát a gyülekezeti házban látható,
Egyrészt a régi idők tárgyai, amiket már megszokhattunk, és tavaly egy jó kis vetélkedő is alakult ki belőle, hogy felismerjük-e, hogy mi micsoda és mire való. Úgy tudom, hogy ma is lehet ebben vetélkedni. A helyezettek, a kérdőívet, a feladatlapot kitöltők, jól válaszolók, azok értékes jutalmat kapnak, azt hiszem, bár erről közelebbit nem tudok. Azután a kézi munka mindig visszatérő alkalom. A könyvjelzők mellett, kis kendők mellett, szatyrok mellett, amiket a kézi munka körünk készít, megláthatók, megtekinthetők például a falvédők, amelyek ugye régen minden háznak az ékességei voltak, és különböző más kézi munkák is. Ezeknek a nagy része Tóthné Zsuzsának a gyűjteményéből került ide most hozzánk. Kicsit ehhez kapcsolódik a kendőknek a világa. Ma már nem nagyon látni kendős asszonyokat. Azelőtt pedig ugye úgy hozzátartozott a mindennapokhoz, hogy a kendő színéről, formájáról, viseletéről szinte mindent meg lehetett tudni arról, aki fölkötötte. És nem csak a fejére, mert ugye voltak várkendők, zsebkendők, jegykendők, komakendők és minden más egyebek. Ezeket próbáltuk még összegyűjteni. És természetesen Orbán Ilonkának a képei az ötök. Ez nem azt jelenti, hogy öt kép, hanem ötös csoportokban hozott és összegyűjtött képek, amelyek közül a nagyok az udvaron tekinthetők meg, hogy tér is legyen nekik, illetve az ábrázolt teret a valóságban más szemmel is meg tudjuk tekinteni, a kisebbek pedig bent a gyülekezeti ház harmadik egységében látható.
És természetesen nyitott az udvar, nyitott a templom, nyitottak a programok, itt vannak az árnyékban a Felvidéki Szabjavívó Egyesület tagjai, most már hála Istennek nem először vannak itt közöttünk, és ha sokat beszélek, akkor ugye ide csörtetnek és elzavarnak innen, az ő bemutatójukkal folytatjuk majd. 5 órakor pedig a templomban Stumán Márton gitárművésznek a játékában lehet majd gyönyörködni. Szabjavívók! Az első lecke, amit meg kell tanulnia egy vívónak, hogyha valahol egy lehetőséget volt arra, hogy bevigyen egy valgast, abban a pillanatban kivitelőznie kell. Milyen szabad helyet volt egy elrontott valgasnó azonnal őt valgja. És hogyha esetleg ez a mozdulat egy elrontott valgas lenne, akkor a magyar szabjavívó azonnal ki is védi. Az első dolog, amit látni fognak, az az, hogy Réka megpróbálja Szandinak megvágni a fejét, de Szandi kiharít. Viszont ezáltal a következő mozdulata Rékának az a támadás lesz, ahol a legnyitottabb az ellenfele. Tehát megvágja a karját, viszont ezt harítja. És ebből visszajön egy támadás Rékának a fejére, hiszen nyitva van. És innen egy kör gyakorlatilag jön létre, hiszen Szandi most a karjattal megy. És ez egy kör gyakorlatot alkot neki. Lányokot egyre gyorsabban fogja bemutatni az, amit elébe elmagyaráztam, és akkor mozgásból is képesek ezt a gyakorlatot kivitelezni. Semmi nem zavarja meg őket, hiszen pontosan tudjuk, hogy mi a következő mozdulat. Innentől kezdve kézfeltartással jelzi vagy Imre, vagy én, hogy melyikünk meg talált be. Utolsó. Még egyszer köszönöm vívótársaimnak. Én szeretnék meghívni mindenkit, kicsit, nagyot. Láthassok nálunk a ranglétrán, Rékától kezdve és Imivel befejezve, mindenkinek szól a vívó. Úgy, hogy engem akarom leszúrni, most még van engedve. Szívedhez fogok húzod, előre kiteszed, szívedhez húzod, le. És ugyanúgy, ahogy elég az egész közönséget, és az egész közönség újra csinálhatja velünk, kitesszük magunk elé, és a himnusz első sorában lezárjuk az edzést. Isten, áld meg a magyar! Isten, áld meg a magyar! Pici keresztény. Thank you.
és az udvar többi része is szabadon látogatható, a háttérben a miniskanzen a régi tárgyakkal, használati eszközökkel. Egy idő után majd becsukott szemmel is lehet közlekedni a készülő ételek illatát, követve a hagyományosan a lángost, az elkészített és felajánlott, köszönjük szépen a süteményeket. Aztán talán egy kis kolbász is sül majd, aztán talán még valami csorbaleves is lesz, úgyhogy talán éhen nem maradunk. Meghatározó és egy egyedi helyen tartózkodunk, állunk. Meghatározó abban a szempontból, hogy egy olyan magaslaton épült egy kis templom a 12. század második felében, ami egy ilyen erőt szerepet is magába foglalt, és a lényeg az, hogy a környékbeli települések elsorvadtak, és én szerintem Ács, ez véget a kis erőttemplom még véget maradt fenn. Éregi Kálmán tussal ugyanazzal a módszerrel, vagy abban a írással áthúzott, és akkor mondom, hogy a templomot bombázták 1945. harmadikó 25-én, 11 darab egészséges teli találat érte, és a környékén pedig 27 darab lövedék csapódott be. Ez Kelemen Béla lelkész, tiszteletes úr, az jegyezte ezt fel, annak az idejében volt. Ugye ez olyan 12-13 méteres gerendák, és ugye a fenyőfa az lent vastag, fölül vékonyodik. Na most ez az, hogy egyforma vastag lenne, el kell képzelni, hogy mekkora hatalmas fenyőfákat kellett kivágni hozzá. Ha most bemennénk a padlásra, a Nagy Csillár tetejére is rá tudnánk menni, ahol fő van rögzítve a Nagy Csillár, tehát a padláson ennyit tudnánk látni. Itt a következő főjárónál érdekességképpen tudom mutatni, hogy valamikor régen még, amikor nem volt villamosítás, akkor ezzel a kötéllel húztkodták a harangokat. Úgyhogy, na most, amikor a harangozás volt, akkor mindig feljött a harangozás, és akkor meghozta a kötelet. Na most a maga az óra, az majd lehet nézni ezeket a súlyokat, ezt úgy kell elkezdeni, mint a kakukkos órát, hogy van ez a két súly, ezt minden nap fel kellett húzni, amikor a két súly leért, akkor felmentek, felhúzták, ezt minden nap meg kellett egyszer csinálni. Úgyhogy ez az órának a súlyai. A régi órának a fogaskerék szerkezete, ezzel a karral, amit mutattam, azaz a két ellensúlyt, azt minden nap feltekerték, és azt minden nap, amikor lement, akkor minden nap felhúzták. Most jelen pillanatban ez a kis motor hajtja ezt a tengelyt, ami megy a óralapokhoz, és ottan ilyen fogaskerék rendszerrel megy ki az óralaphoz, a mutatókhoz a meghajtás. Két percenként fordul egyet, úgyhogy ez a kis szerkezet van most már, meg egy ilyen digitális része, ami ezt az egészet helyettesíti. És akkor így tekerték fel. Tehát volt egy ilyen nagy villanymotor, aztán utána nem kézzel, hanem villanymotorra, és amikor ez is már megszűnt, mert modernizálták, és akkor lényegében ez a kis motor, ez hajtja a magát a óralapnál a mutatókat. Vigyázzak nagyon! A toronyban három harang lakik. Nagy harang!
600 kg öntötte Szrezák László Budapesten. Felirat a békesség néktek, a világháború folyamata alatt elvitt harangja helyett részben közadakozásból, részben saját költségén a Szent Háromság egy Isten tiszteletére öntette az ácsi református egyház 1921. évben, mikor nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága volt Csonka Magyarország kormányzója. Tehát ezt a nagy harangot 1921-ben készítették, és a felirat körbe a nagy harangon, amit elolvastam. A középső harang, a középső harang 437 kg öntötte 1974-ben Gombos Lajos őrbottyánban. Felirata: az Istenek Istene, az Úr szól és hívja a Földet a nap keltétől lenyugtáig. Az 1802-ben öntött és a II. Világháborúban elvesztett harangja pótlására öntette az ácsi református egyház. Ez a középső harang, ez 437 kg súlyú, így szól. A kis harang, az 203 kg. A kis harang 203 kg, 1975-ben öntöttek Gombos Lajos őrbottyánban. Felirata: Komáromi Süye István Gályara prédikátor szabadulásának 300. évfordulóján a vezérlő Istennek minden útja járható. Ez a három harang található itt a harangtoronyban. Na most van egy érdekesség itt, ami eredeti, még a torony, amikor elkészült 1802-ben, és akkor utána ezt a kalapácsot meg kell nézni, amit a nagy harangnál van. Ez eredeti, ez az volt a szerepe, hogy óránként, ahány óra volt, annyiszor ráütött a harangra, és akkor lényegében óránként megcsendült a harangra. De nem, annak csak a kutatás. Nem, már nem is tudom. De pici vagy ahhoz, hogy a toronynak volt egy olyan funkciója is, hogy tehát lényegében tűzvédelmi szempontból, hogy ide feljöttek, ugye a 1700-as vagy 1800-as években, amikor készült, akkor még nagy részt a településnek itt a körbe nádból zsugtető volt, meg zsindelytető volt, és akkor itt körbe látták az egész települést, és hogyha véletlenül tűz volt, akkor azt tudták jelezni. Ugye régen kongattak, ugye akkor megkongatták a harangokat. Na most sokan kérdezték, hogy a mindenkori harangozás az hogyan, miként működik. A mindenkori harangozás az 10 perc, halottra reggel 6 órakor öreg harang és a középső harang szól. Délben ugyanaznap a 12 órakor mind a három harang szól, lényegében az öreg harang, a középső és a kis harang. Este 19 órakor szintén mind a három harang szól. Ez a halottra, amikor halottnak... temetéskor mind a három harang szól. Halott hazahozatáltorkor középső harang szól. Minden nap reggel 7 óra 50 perckor a középső és a kis harang szól. És kérdezik sokan, hogy miért szól 7 óra 50 perckor, vagy 3:48-kor a harangozás, hogy miért van. Tehát azelőtt a iskolában, amikor mentek a tanulók, akkor először egy ilyen kis istentiszteletet tartottak a órák előtt, és akkor úgy mentek be a tanterembe. És akkor 3:48-kor gyülekeztek a templomba, és amikor Isten tisztelet vége volt, akkor mentek be a órára. És akkor van a lényegben a vasárnapi Isten tisztelet, az 10 órakor kezdődik, és előtte 50-kor mind a három harang szól. Tehát a harangozásnak ez a sorrendje. Ott a harang. Hol? Ja? Itt látható a és a kötél, amit húztak. Ja, itt van a kötél, amit lényegében húzták a harangokat. A villamosítás után pedig egy ilyen elektromágnest kapott a harangok. Mindegyik harang, ez lényegében pozitív-negatív töltés alapján egy ilyen vasmag jobbra lefel húzza az elektromágnest ezt a vasmagot, és akkor úgy működik a harang. Sokan kérdezik, hogy mi ez a drót itten.
Tehát lényegében nem tudják sokan, hogy maga a harangnak a teste mozog a nyelvhez, és ez a rugó, ez pedig, hogy ne legyen utóütés, ez lefékezi a nyelvet. És a legfontosabb az, hogy azt kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát. Próbáljuk megélni itt a helyi értékeink között a legnagyobb értéket, azt, hogy évről évre vagyunk, évről évre mindig van valami új, amit eddig nem ismertünk, és most rácsodálkozhatunk a saját településünknek, a saját életünknek a kincseiből, az értékeiből. Esperes úr, a lelki pásztorok termében vagyunk itt, egy pici kalauzolást kérnénk. Ebben az évben a Magyarországi Református Egyház a lelkipásztori hivatás évét ünnepli, és az idei hagyaték a napra, augusztus 20-ára, az volt az egyik elképzelésünk, hogy ehhez csatlakozva kicsit megemlékezünk azokról a lelkészekről, akik itt szolgáltak Ácson, illetve azokról is, akik itt születtek, vagy innen indultak el a lelkészi hivatás útjára, és az országba, vagy a jelenlegi országhatárokon túl más gyülekezetekben szolgáltak. Úgyhogy két szálon fut itt ebben a teremben a bemutató vagy a kiállítás. Az egyik szálon az egykor Ácson szolgált lelkészeknek az emlékét igyekeztünk bemutatni, néhányal kapcsolatban, főleg az újabb korból vannak személyes, vagy abból a korból való tárgyi emlékeink is. A régebbi időkről onnan igazából csak írott emlékek, följegyzések maradtak. Hát amit tudunk, az bizonyosan évszámmal alátámasztva 1650, amikor az első lelkészt név szerint megemlítik, ez mondjuk így, hogy hivatalos történelmi forrás. Egyébként a gyülekezet anyaggal picit itt eltér ettől, néhány évre korábbra helyez ide a történelmi forrásban ez az első ilyen dátum. Egyébként valószínűleg az 1610-es évek végétől, 20-as évek elejétől van szervezett gyülekezet lelkésszel, valószínűleg az elsőt vagy elsőket nem ismerjük. És hát az elődömig, Molnár Istvánig bezárólag az évszázadok során itt szolgált lelkészeknek az emlékeit mutatjuk be. A másik asztalon pedig az innen származott, hát itt most 21 néhány, de ha jól megnézzük és utána járunk, akkor az évszázadok alatt közel 30 lelkipásztor indult az ácsi gyülekezetből. Nagy részük itt született, de voltak olyanok, akik mondjuk lelkész édesapa révén kerültek ide, máshogy születtek, de itt nőttek fel, és innen indultak a teológiára. És közöttük néhány nagy név is van. Ugyan a mai egyháztörténet, vagy a mai emberek nem nagyon ismerik a neveket, de a tudománytörténet, kultúrtörténet számon tartja őket. Volt közöttük olyan, aki lelkipásztorkodása mellett kiválóan elismert méhész volt, és méhész feltaláló. Volt közöttük olyan, aki hatalmas szellemi hagyatékkal rendelkezik, mecénása volt a Csurgói Gimnáziumnak, ő még Csokonaival is kapcsolatba került, Csokonai hivatkozik rá, hogy tőle kell elkérni a valamilyen földrajz atlaszt, mert hogy az a legjobb jelenkorban, ami Budai Pálnak van, és Csokonai éppen akkor tanított Csurgón, úgyhogy ilyen kis kultúrtörténeti morzsák ezek igazából, vagy a kecskeméti közélet egyik 19. századi mozgatója és központi alakja, Fehér Péter. Tóth Balázs, akiről többször már megemlékeztünk, 48-49 kapcsán, aki ugye szintén ácsi fiú volt, ácsi származású volt, és itt is temették el az után halála után, aki meg a pápai tanító, kör, a Pápai Egyházmegye tanítói körének volt mozgatója. Szóval érdekes pályák, és valahol mindazt mutatja, hogy ebből, ha szabad így mondani, az ácsi földből, akár földrajzi, akár lelki értelemben milyen pályák indultak el. És hát az is szép ebben, hogy az évszázadokat átíveli, tehát nem csak a régi korokba, hanem napjainkig vannak, és közöttünk vannak olyanok, akik Ácsról indultak a lelkipásztori szolgálatra. Hát olyan is volt, aki itt volt személyesen, de közben kiállítási tárgyként is, vagy kiállított személyként is megemlékezünk. Nem tulajdonképpen Esperes úr, igen.
de nagyon sok nevet látni. Tehát azért hát milyen sok lelkészt adott az országnak. Igen, ennek nyilván az is az oka, hogy nagy gyülekezet volt, és nyilván az is az oka, hogy ennek a megalapozását helyben el lehetett kezdeni. Tehát a 19. század derekáig az itteni iskolába gyakorlatilag középiskolai szintig tudtak tanulni, tehát nagyon sokan innen úgy indultak, hogy pápára, ha beiratkoztak, ott már fölsőbb osztályba vették föl, nem ott kezdték a gimnáziumot. Meg is van itt a több életrajz között olyan, aki hivatkozik arra, hogy meddig retorikáig, logikáig, ki milyen szintig itt tanult helybe, amit egyébként általában középiskolai keretek között tanultak. Tehát ez is egy jó adottság volt ehhez. És ami még érdekes, hogy nagyon sok Ácsi család gyereke, tehát nem csak lelkész gyerekek lettek lelkészek, hanem nagyon sok Ácsi földműves családnak, vagy mesteremberek gyermekei indultak erre a hivatásra. És hát Lévától elkezdve a felvidék több gyülekezetében, vagy ilyen nagyvárosokban, mint mondjuk Kecskemét, vagy a Dunántúl számtalan települése szolgáltak, és hát vitték az Ácsról kapott muníciót. Ez a kiállítás csak most látható a hagyatéka kapcsán, vagy még meg lehet tekinteni esetleg később is? A nagy része az valószínűleg hamarosan elbontásra kerül, hiszen a hivatali helyiségben vagyunk, tehát itt holnaptól hétköznap van, de ezek az anyagok nagy részt megvannak, kisebb kiállítás keretében, hol itt, hol ott gyülekezeti házba felbukkan egy-egy elemük, illetve van egy olyan tervünk, amit az innen származott lelkészekkel kapcsolatban fogalmaztunk meg, hogy most összegyűlt és még gyűjtött anyag, hiszen számunkra is most derülnek ki igazából ezek a mély és nagy hagyatékok. Szeretnénk, ha sikerül, október 31-re, a reformáció ünnepére, vagy ha nem akkorra, akkor később egy kis összeállítást, egy ilyen kis füzet jellegű összeállítást elkészíteni, amiben a neveiket, rövid életrajzukat, amit tudunk róluk, igyekszünk összegyűjteni, majdnem csak folytatásaként annak a sorozatnak, ami valaha volt, ugye Ácsról indultak el, ez kifejezetten a református gyülekezetből elindultaknak, és a lelkészi szolgálatba lépőknek az emlékét foglalná össze a szülőföld ajándékaképpen, ha szabad ezt mondani. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mi is!